Itt a Jókai utcai ügyfélszolgálati irodában már megvásárolható a legtöbb parkolóbérlet. A parkolókártyák ára nem változott tavaly óta, a lakossági bérlet továbbra is 3400 forint maradt. Fontos információ a közlekedésben résztvevők számára, hogy a Győr-Szolt ZRT által kibocsájtott lakossági parkolóbérletek január 20-áig érvényesek, míg az övezeti parkolóbérletek pedig január 10-ig érvényesek. A bérletárak nem változtak, és a Győrben a Jókai úti ügyfélszolgálati irodában váltható meg mindenfajta bérlettípus a 2013. évre. Nagy Csaba hozzátette, a parkolókártyákhoz idén ingyen egy tartót is kapnak az autósok. Ez egy nagyon egyszerű bérlettartó, a szélvédőre nagyon egyszerűen, könnyedén felragasztható, és az aktuális parkoló bérletet beletéve megkönnyíti az életünket. Ez a kis szerkezet nagyon praktikus olyan szempontból, hogy így ennek köszönhetően a bérlet mindig jól látható helyen van, ebből nem esik ki például a parkoló bérlet, nem kell keresgélni, hanem mindig ott van, és nagy segítség a munkájukat végző parkolójegy ellenőröknek is, hiszen rápillantanak a szélvédőre, látják a bérlettartót, a benne lévő parkoló bérletet, és egy pillanat alatt el tudják végezni a szükséges ellenőrzéseket. Ha valaki a tartót elhagyta vagy eltört, a Győr-Szolnál egy újat szerezhet be.